gőzerővel tesztelnek a rallisok az idei bajnokságra, ami július 18-án a Salgó rallival kezdődik. Ezzel a Skoda Fabia R5-össel Bútor Róbert 100 kilométert vezetett a kanyargós Ceredi utakon. Versenytempóban ezen az útszakaszon nagyjából 140 km/órás sebességgel tud menni a rally autó. A Rally 1-es mezőny versenyzője a koronavírus járvány miatt több mint fél év után ült újra versenyautóba, és rögtön ki is próbált pár új beállítást a kocsin. A legnagyobb feladat az az, hogy így 7 hónap távlatában visszaszokjon az ember ahhoz a hihetetlen kanyarsebességhez és tapadáshoz, ami egy ilyen szintű versenyautóban van. Ez azért mondjuk az évek alatt berögzött dolgok szerint eléggé gyorsan megy, tehát azért egy ilyen 10-15 km bemelegítés után már azt mondhatom, hogy szinte a versenytempót tudjuk produkálni. És amikor ez eljött, ez a pillanat, hogy nagyjából megvan az a tempó, amikor már azt érzem, hogy merek menni, utána jönnek az új beállításoknak a kipróbálásai. Ugye kaptunk a Skoda Motorsport folyamatosan fejleszt, küldik az új setupokat, hogy miket lehet kipróbálni. És akkor ezekből mi csinálunk egy olyan saját magunkra szabott mixet, amit szeretnénk megnézni, hogy működik-e. Most is ez történt, és azt mondhatom, hogy megint fejlődött az autó egy picikét, tehát újabb és újabb kicsi lépcsőkkel, de gyorsul az autó. A teszt közben a szervizparkban a szerelők mellett Bútor Róbert legnagyobb szurkolói is megjelentek. A Győrből érkező szülinapos Császár Attila egy nem mindennapi ajándékot kapott, hiszen beülhetett nagy kedvence mellé néhány körre. Nem is gondoltam, hogy ekkora adrenalin löketet kapok ettől a körtől. Ugye teljesen más, mint amikor az ember a pálya mellől szurkolóként nézi. Persze akkor is csak ámul-bámul ezeken a teljesítményeken, de hát így belülről leírhatatlan élmény volt. Mindig, amikor jártunk a rallikra, nagyon jól ment mindenki, de azért amikor megjött a piros szakszó, akkor azért valahogy az emberekbe kicsit másabb érzés uralkodott, mint amikor VRC-k eljöttek, és akkor a Robi amilyen fantasztikus tempót, meg amilyen élményt nyújtott azzal az autóval, tehát olyan látványosan ment, mint nekem, senki más nem tudott akkora élményt nyújtani. A jövő hét végi Salgó rallin a szombati rajtszeremónia után vasárnap a Salgó-Tarján-Kazár és a Mátra-Szent Imre-Mátra keresztes gyorsasági szakaszok között a különleges, több mint 26 kilométeres Bátony-Terenye Mátra-Almás körgyorsot is teljesíteni kell. A Rally 1 és a Historic mezőnye 3, a Rally 2-esek pedig 2 kört mennek ezeken a szakaszokon. Ami a legnagyobb szívfájdalom az, hogy nem lesz Cered. Ugye már sokszor elmondtam, hogy nekem ez a kedvenc pályám, minden irányba, teljes hozba, minden verzióba. Én itt szerettem volna menni egy kiemelkedőt, de hát ez most nem fog sikerülni. 3 gyorsági lesz 3-szor, ebből az egyik egy 4 kilométeres, ami nem mondanám gyorságinak, inkább ilyen szuper speciálnak hívnám. Viszont a jó hír pedig az, hogy lesz egy 26 kilométeres, ami viszont talán soha nem volt még. A Mátra-Szent Imre pedig egy régi pálya, de ettől függetlenül régen volt. Egy nagyon hegyi pálya jellegű pálya, nem igazi rally pálya, viszont egy pontos, precíz vezetést igényel, úgyhogy ez megint egy harmadik stílusú pálya. Úgyhogy kíváncsian várom majd, hogy melyik fog nekünk is jól menni, meg a többieknek hogy fog sikerülni, és hát remélem, hogy célba érünk, és egy jó szájízzel tudunk a nyárba belevágni majd. A Salgó rallival induló szezonnyitó futamon a legjobb magyar pilóták és navigátoraik mellett EB versenyeket megjárt szlovák és lengyel párosok is erősítik majd a mezőnyt.